Szakemberhiány. Jelenleg körülbelül 6000 dolgozó hiányzik a sütőiparból, ebből 3000 pékszakmunkás és 3000 kisegítő munkatárs. Koraszülöttek világnapja. A nagyon kicsi súlyú koraszülöttek 95%-át is életben tudják tartani a József András Oktatókórház koraszülött központjában. Gyorsuló büntetőeljárások. A Nyíregyházi járási ügyészség a vádemelései egyharmadát gyorsított eljárásban fejezi be. Évről évre megfelelő mennyiségű és minőségű gabona terem hazánkban, azonban a sütőipar egyik legnagyobb kihívása a munkaerőhiány. A Kölcsey Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. Jelenleg körülbelül 6000 dolgozó hiányzik az ágazatból, ebből 3000 pékszakmunkás és 3000 kisegítő munkatárs. Ezt a helyzetet technológiai fejlesztésekkel és a szakképzés modernizálásával próbálja javítani a Magyar Pékszövetség, hangzott el a szervezet éves közgyűlésén Nyíregyházán. A szántóföldi növénytermesztés nagyjából felét a búza és a kukorica adja hazánkban. Az elmúlt években 1-2%-kal csökkent a gabona termőterülete. Elsősorban a búza, az árpa és a tritikálé, valamint arányaiban nőtt az olajos magvak termőterülete. Ez főleg a jövedelmezőségi viszonyok miatt változott. Egy hektáron kukoricából ugyanis nagyobb a termés. Búzát és kukoricát is jelenleg 1-1 millió hektáron termelnek Magyarországon. Nagyon jó a helyzet alapanyag oldalról, megfelelő mennyiségű gabona termett idén is, és hogyha globálisan nézzük, akkor a gabona piac egy kicsit deficites, tehát egy picit többet fogyasztott a világ gabonából, mint amennyit megtermelt, de az elsősorban a kukoricának köszönhető, valójában búzában, árpában több termet, mint amennyit elfogyasztottunk. Az átmenő készletek jók, ezért az árak tulajdonképpen teljesen normálisak, a búzának és az árpának egy ilyen 6-7-8%-ot esett az ára a tavalyhoz képest, a kukoricája egy picit többet. A Magyar Pékszövetség 2019. évi közgyűlésének Nyíregyháza biztosított helyszínt hétvégén, ahol számtalan sütőipari újdonságot is bemutattak a résztvevők. A találkozó a szakma fejlesztéséről és fejlődési lehetőségeiről szólt. Ebben az évben még nagyobb hangsúlyt kapott, hogy milyen technológiai fejlesztéseket lehet bevezetni, közölte a Magyar Pékszövetség elnöke. Septe József hozzátette, azért is fontos ez a téma, mert az ágazatban súlyos szakemberhiány tapasztalható. Leginkább az a probléma a sütőiparban, hogy éjszaka is kell dolgozni, hétvégén, ünnepnapokon is kell dolgozni. Most olyan műszaki technológiai újítások vannak, amik lehetővé teszik azt, hogy nappalos műszakba legyártják a terméket, aztán majd éjszakás műszakba kisütik, és lehetővé teszik lassan azt a lehetőséget is, hogy hétvégén ne kelljen dolgozni, tehát hét közben például pénteken legyártják a termékeket, ez hűtőbe kerül, és akár szombat, akár vasárnap, vagy akár a következő hét elején is ezek kiváló minőségben kisütésre kerülhetnek. Hát nagy probléma a dolgozók részéről, ugye nem szeret már ma senki ünnepnapokon dolgozni, hétvégén dolgozni, hát igyekszünk ezeket a fejlesztéseket ennek érdekében kidolgozni. Jelenleg körülbelül 6000 fű hiányzik az ágazatból, ebből 3000 pékszakmunkás és 3000 kisegítő munkatárs. Ezt a helyzetet a szakképzés fejlesztésével és modernizálásával is próbálják javítani. A sütőipar másik fontos kihívása, hogy megfeleljen a vásárlók elvárásainak. Az ágazat szakemberei úgy látják, az elmúlt években egyre inkább a teljes kiörlésű, szénhidrát csökkentett és a gluténmentes termékeket keresik a fogyasztók, ezért a rozsos, magvas termékek gyártása kerül a középpontba. Országos razzia indul az utakon, a rendőrök a téli átállással kapcsolatban végeznek fokozott ellenőrzést. A kettől csütörtökig tartó akció kiemelt célja a járművek téli időszakra való felkészültségének vizsgálata, a figyelemfelhívás a hideg évszak veszélyeire és fokozott baleseti kockázataira. A hatóság munkatársai kiemelt figyelemmel vizsgálják a téli gumiabroncsok állapotát és típus azonosságát, esetlegesen a hólánc meglétét, a téli szélvédő mosó folyadék használatát és az ablaktörlők állapotát, a fagyálló folyadék meglétét és fagyáspontját, a külső világító és jelzőberendezések állapotát, tisztaságát, fényerejét és fényvisszaverő mellény meglétét.
A tehergépkocsik és buszok ellenőrzésével párhuzamosan személyautókat is vizsgálnak majd a szakemberek, a járművezetőknek pedig a téli felkészülésről szóló tájékoztató anyagot adják át. A több tízezer példányban elkészült Leporello a közúti műszaki vizsgaállomásokon és a kormányzati portálon is elérhető. A nagyon kicsi súlyú koraszülöttek 95%-át is életben tudják tartani a Józsa András Oktató Kórház koraszülött központjában, a modern orvostechnológiai eszközöknek és a szakembereknek köszönhetően. Az intézményben évente körülbelül 3600 baba születik, 100-ból 10 koraszülöttként. Közülük általában 2-3-an igényelnek koraszülött intenzív ellátást. Tavaly 370 babát kezeltek a Józsa András Kórház osztályán. November 17-én volt egyébként a koraszülöttek világnapja. 19 kisbaba van jelenleg a Józsa András Oktató Kórház perinatális intenzív centrumában, vagyis a koraszülöttek intenzív osztályán. Egy úgynevezett utókezelő részlegen pedig 9 baba várakozik, nekik már befejeződött az intenzív ellátásuk. Koraszülöttnek számítanak azok az újszülöttek, akik a terhesség 37. hete előtt jönnek világra, vagy 2,5 kg-nál kisebb súllyal születnek. A Józsa András Oktató Kórház koraszülött intenzív részlegén évente átlagosan 450 újszülöttet kezelnek, közülük körülbelül 100-120 baba a 28. terhességi hét előtt, vagy 1500 g alatti testsúllyal jött világra. Ha a születések számát vizsgáljuk, országos szinten a második legtöbb újszülött Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születik. Az elmúlt években 3500-3600 volt ez a szám. A koraszülés aránya 9-10% körül mozog. Bár az utóbbi 15-20 évben nem változott ez az arány, a csecsemő halandóság, vagyis az 1000 élve születésre jutó egyéves kor alatti halálozások éves számának mértéke 19 000-ről 4,5 000-re csökkent a megyében. Éppen van egy tegnap született két kis ikerpár, ilyen 1 kiló húzdak a körüli kisbabák, akiknek az életbe maradási esélyük nagyon jó ebbe az intézménybe. Nagyon fontos dolognak tartjuk azt, hogy azt a szakmai protokollt, amit országosan és akár Európa szinten is képviselünk itt mi, azt mi folyamatosan tudjuk fejleszteni a megfelelő műszerezettség, a megfelelő ellátással, a megfelelő szakembergárdával, hisz nem elhanyagolható az a tény, hogy egy nagyon magas szintű szakember gárdával rendelkezünk, illetve maga az a szemlélet, az a fajta családközpontú szemlélet látható, amikor az ember bemegy egy ilyen osztályra, meghatottan látjuk azt, hogy a szülők és az ápoló személyzet, és itt nem csak orvos és nővért, hanem mindenkit milyen közeli baráti kapcsolatba kerül, és maga az aggódás, az aggódó szeretet, azt gondolom, hogy mindenkit motivál arra, hogy még magas szintű munkát végezzenek. Nyíregyházán kialakult egy biztonságos várandós gondozási modell. A mozgó szakorvosi szolgálatnak köszönhetően szinte minden terhes nőhöz eljutnak az orvosok, így kiszűrhetőek a veszélyeztetett várandós kismamák, tette hozzá dr. Adorján Gusztáv. A rizikófaktorok nagyon szerteágazóak a koraszülések esetében is. Ez jelenthet egy életmódbeni dolgot a dohányzástól kezdve, a táplálkozáson keresztül, ha az anyának van krónikus betegsége, ez nyilván befolyásoló, terhesség alatt, ha bármilyen fertőzés zajlik, akkor ezt komolyan kell venni. Még egy rossz fog, tehát egy fogászati ellátás is indokolt lehet, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy lesz koraszülés, és nyilván egy bizonyos százalékban pedig még nem teljesen körülhatárolható az, hogy mi az, ami kiváltja, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok tényezőnek együttesen kell szerepelni abban, hogy koraszülés lesz várható, mert az esetek jó részében azért nem is mindig tudnak fölkészülni a családok meg az anyák arra, hogy koraszülöttjük lesz. Tehát egyharmadban ez lehet, hogy egy ilyen gyors eseményként fog megjelenni. Dr. Marián Erzsébet azt is hozzátette, az utóbbi években próbálnak még jobban a családok és az anyák helyzetére fókuszálni. Azt szeretnék, ha ők is látnák, hogy a szakemberek mindent megtesznek az újszülöttek egészsége és fejlődése érdekében. Az 1000 gram fölötti koraszülöttek kezelése ma már rutinszerű. Ők általában már semmiféle károsodást nem szenvednek. Az 1000 gram alatti koraszülöttek esetében viszont vannak kockázatok, szemmegbetegedések,
halláseltérések és időnként idegrendszeri megbetegedések is kialakulhatnak. November 17-e a koraszülöttek világnapja. Ennek apropóján mutatták be a koraszülött központ munkáját a József András Oktatókórházban. A nyíregyházi járási ügyészség a vádemelései egyharmadát gyorsított eljárásban fejezi be, vagyis a bíróság az első kihallgatás követő hetekben már ítéletet is tud hozni. A bíróságokon pedig egyre gyakoribb az előkészítő ülések tartása, amely szintén az új büntetőeljárási törvény egyik célkitűzését, a gyorsabb és költséghatékonyabb eljárásokat segíti elő. A büntető eljárásban a szokásos ügymenet szerint a nyomozást elrendeli a rendőrség, ezt felügyeli az ügyészség, majd irányítja a vádat emelés, a bíróságon képviseli a vádat, ahol aztán ítélet is születik az ügyekben. A társhatóságok között így elengedhetetlen a jó kommunikáció, melynek részeként az ügyészség már a bírósági eljárásban is tájékoztatást adhat. Ezt a nyíregyházi törvényszék sajtó reggelién mondta el Szilágyi László, a megyei főügyészség sajtószóvivője, aki arról is beszélt, hogy az új büntetőeljárási törvény egyik célkitűzése, hogy gyorsítani kell az eljárásokat. Ilyen intézmények, például a bíróság elé állítás. Kiemelném, hogy a nyíregyházi járási ügyészség a vádemeléseinek a 30%-át ilyen gyorsított eljárásban fejezi be. Tehát a gyanúsítotti kihallgatástól számított pár héten belül már megvan az ítélet. Természetesen ez a kisebb súlyú bűncselekményekre jellemző általában, ahol a büntetés sem végrehajtandó börtönbüntetés, de lehetőség van arra, hogy akár egy szexuális erőszak miatti eljárást is így fejezzenek be, akár több éves börtönbüntetéssel. Természetesen egyéb lehetőség például az egyességkötés, az kiemelt nagy gazdasági bűncselekményekben került erre sor az ügyészség gyakorlatában. Itt arról van szó, hogy a gyanúsított beismerő vallomást tesz a nyomozás során, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, az ügyészség pedig feltételül szabja, hogy térítse meg a költségvetésnek okozott vagyoni hátrányt, tipikusan az elcsalt adót utólag fizesse be. Ilyenkor egy enyhébb büntetésre számít, ugyanakkor az eljárás is nagyon gyorsan véget érhet, akár egy tárgyaláson, egy előkészítő ülésen. Ezekben az esetekben az ügyészség megköti az alkut a nyomozás során a gyanúsítottal, és a vádemelésben az ügyész erre hivatkozik, amit a bírónak azt követően jóvá is kell hagynia. Bírósági szakról, ha beszélünk, akkor én mindenképp az előkészítő ülés intézményét emelném ki, mint új jogintézményt, ami lehetővé teszi azt, hogy az ügyeket gyorsabban befejezzük a bíróságon. Ez azt jelenti, hogy az előkészítő ülésen a vádlottnak lehetősége van arra, hogy ott beismerje a cselekmény elkövetését, egy beismerő nyilatkozatot tegyen, és e körben lemondjon a tárgyalás jogáról. Ha tesz egy ilyen nyilatkozatot, akkor a bíróságnak nem kell lefolytatni a bizonyítási eljárást, hanem megállapítja azt, hogy ami a vádiratban szerepel, illetve amit a vád állít, illetve az ügyészség állít, az úgy történt, és az úgy igaz. Resán Dalma hozzátette, ebben az esetben nem kell tanúkat meghallgatni, szakértőket bevonni, ami így gyorsítja az eljárást, valamint lehetőséget ad a vádlottaknak arra is, hogy egy mértékes büntetési indítványt elfogadjanak, amelyet az ügyészség tehet a büntetés kiszabására. Pillangó álom címmel jelent meg Stör Gréta trilógiájának második része, amelyet országos turnéja keretében Nyíregyházán is bemutatott a közönségnek. Az írónő úgy fogalmazott, a városba hazatért, hisz rengeteg élmény fűzi őt a Szabolcsi megyeszékhelyhez, regényeinek sikerét pedig abban látja, hogy életszerű történeteket oszt meg. Stör Grétát elsősorban vegán séfként és életmód tanácsadóként ismerte meg az ország. Alig 2 évvel ezelőtt azonban úgy döntött, hogy a szórakoztató irodalomban is szerencsét próbál. Nem is akárhogy, hiszen egy trilógiába kezdett bele, melynek második részét mutatta most benn Nyíregyházán. Gréta az esemény során elmondta, sok felejthetetlen emlék fűzi a városhoz, hiszen a nyíregyházi főiskolán diplomázott, majd szakácsként is itt indította el karrierjét, így nem meglepő, hogy kellemes érzésekkel tért vissza. Egyszer sem jöttem azóta úgy haza, hogy valamilyen tevékenységemmel jöjjek, mióta elmentem innen, de mindig terveztem, csak soha nem jött össze. Persze privát úton azért haza-haza kerülök néha, de ez hatalmas öröm számomra, hogy a könyvbemutatót igazából itt úgymond megejthetjük. Stör Gréta hozzátette, már a trilógia első részével kapcsolatban is nagyon pozitív visszaigazolásokat kapott. Ugyanakkor úgy fogalmazott, írónőként még az út elején jár. Mint mondta, regényének sikere elsősorban abban rejlik,
hogy életszerű történeteket oszt meg, amely által az olvasó könnyen azonosulni tud a fő karakterekkel. Szól a barátságról, szól a szerelemről, az álmainkról, hogy mit kell megtennünk azért, mit adjunk föl, mit kell feláldoznunk ezért. Tehát azt gondolom, hogy mindenki magára fog ismerni ebben a történetben valamelyik karakteren keresztül, mert biztos, hogy minden nővel történt már valami olyasmi, ami ezekkel a lányokkal történik. Tehát az ő fejlődésük, mint ember, nyilván egy 23 éves nő, amikor ugye a J. Johnson elindul friss diplomával a kezében, és amikor majd a harmadik könyvben már 35 éves lesz körülbelül, az egy óriási fejlődés egy nő életében, pont az a meghatározó 10 év, és azt gondolom, hogy ezt az ember így nagyon intenzíven fogja a szívébe és a lelkébe így megkapni. Stör Gréta könyvbemutató turnéjának következő állomása Miskolcon lesz pénteken, majd egy hét múlva Szegeden is népszerűsíteni fogja a legújabb alkotását. Hazai pályán szenvedett 2 gólos vereséget a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond együttes az NB1 tizedik fordulójában játszott mérkőzésen az MTK Budapest csapatától kapott ki 26-24-re. A várdaiakra még egy bajnoki meccs vár ebben az évben. December 29-én Moson-Magyaróváron lépnek pályára Orbán Adrienék. A világbajnokság miatti bajnoki szünet előtt találkozott a tabellán azonos mutatóval álló 2 csapat. Az első félidő igazolta a várakozásokat, fejfej mellett haladtak a felek, 30 perc játék után 13-12-re vezettek a fővárosiak. Fordulás után 4 góllal elléptek a vendégek, de a kisvárda nem adta fel, 1 gólra fel tudtak zárkózni a hazaiak, egyenlíteni azonban nem sikerült. A fáradó várdaiak ellen az MTK tartani tudta előnyét, és végül 2 góllal Golovin Vladimir csapata nyerte meg a találkozót. Nagyon izzados volt ez a mérkőzés. Itt szünet előtt mindkét csapat szerintem nagyon motivált volt, és tudtunk, hogy a végjátékba kell majd, ha legyőzünk, vagy egy pontot szerzünk, ott dőn el a meccs. És nagyjából így is próbálkoztunk az egészet. Működött valamennyi a támadásunk, akkor jó volt a védekezés, és fordítva. A végjátékban az egy kicsit más tészta. Ott egy kicsit beleültünk itt az egészből, mert mikor tudtunk volna eldönteni mondjuk ezt a mérkőzést, akkor jöttek a hibák, és azt adta erő a kisvárdának, hogy igenis, hogy van mit keresni, és emiatt mondom, 60 percet küzdöttünk. A hazaiak edzője a vereség ellenére sem volt elégedetlen csapata teljesítményével. Ezzel sebből vérzünk, és nagyon nehéz a helyzetünk, de ez nem újdonság. Én azt kell mondjam, hogy én büszke vagyok a csapatomra és a lányokra, mert gyakorlatilag mondhatom azt, hogy vért izzadtak a pályán, és az utolsó lehelletükig, az utolsó lépésig mindent megtettek a győzelemért. Az első fél időjére egy picit bosszusak lehetünk, mert nagyon sok zicsert hibáztunk, nagyon sok lehetőséget, kapufát, illetve a Barbara a kapuban nagyon jó védett. Ott úgy érzem, hogy több volt az első fél időben, és ott, ha egy kicsit pontosabbak vagyunk, akkor talán előnnyel is fordulhattunk volna, de nyilván ez már csak ha meg de. Aztán második fél időben bekövetkezett az, amit a kollégám is mondott, és tudtunk, hogy sajnos előbb-utóbb elfogyunk, és abban a tudatban, hogy gyakorlatilag hiba nélkül kell játszanunk, a belső 3 pozícióban, lövő irányító lövő pozícióban nem tudunk cserélni, ugye megpróbáltuk a második félben 2 báló játékot, ez nagyon kizsigeri a játékosainkat, lelassulunk, illetve statikusabbak leszünk. A forduló további eredményei a következők: Győr-Debrecen 36-28, Vác-Ferencváros 27-30, Albafehérvár Békéscseba 28-25 és Szombathely-Moson-Magyaróvár 32-26. A tabella élén a Győr áll 20 ponttal, megelőzve a 16 pontos Ferencvárost. A Kisvárda 7 ponttal a 10. helyen várja a folytatást. Bakó Botond együttese legközelebb december 29-én Moson-Magyaróváron lép pályára. Sorozatban 6. bajnoki meccsét nyerte meg a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1 B piros csoportjában a TF Budapest csapatát verték 89-72-re. A tabella 2. helyén álló nyíregyháziak szombaton Nagykőrösön lépnek pályára. A jó formában lévő nyíregyháziak nagyon megnyomták az első negyedet, az idegenben még nyeretlen fővárosiak ellen, 10 perc játék után 17 ponttal vezettek a cápák.
A folytatásban picit felzárkózott a TF Budapest, de a nagyszünete így is 11 pontos hazai előnynél vonultak le a csapatok. Fordulás után is küzdöttek a vendégek, de a Nyíregyháza abszolút uralta a mérkőzést, aminek a végén csak a különbség volt kérdéses, végül 17 ponttal nyerte meg a meccses Iska János együttese. Nagyon jól kezdtük most a mérkőzést, ugye okulva az előző mérkőzésünkből az MTK ellen, amikor nagyon langyosan kezdtük a mérkőzést. Most nagy ritmusba kezdtük, igen, ezt nehéz tartani az egész meccsen, illetve voltak fal problémák, amikor cserélni kellett, és nem tudtuk rajta tartani ezt a ritmust. Szobi Dániel először játszott a TF Budapest ellen, aminél 10 évet töltött el, mielőtt Nyíregyházára érkezett. A játékos szerint fontos, hogy a hasonló meccseken végig motiváltak maradjanak. Visszaüthet, hogyha ilyen jól kezdjük a mérkőzés, hiszen elhisszük azt, hogy gyakorlatilag lezártuk, holott még van hátra 35 perc. Nehéz ezt ilyenkor fönntartani a tüzet, csak úgy, mint a győzelmi szériát is, mármint a motivációt, azt, hogy minden meccsre úgy készüljünk fel, hogy ezt 100%-osan tesszük magunkat, próbálunk. De mégis ott motoszkál bennünk egy-egy ilyen meccs közben is, hogy esetleg ma megnyertük, holott ez hiba, hiszen láttuk is, hogy vissza tudnak jönni 10 pont alá is. A mezőny legeredményesebb játékosaként 28 pontig jutó Czura Attila először lépett pályára a nevelőklubja ellen. Nagyon furcsa érzés volt az elején, az első negyedben nagyon izgultam, szerintem lehetett is látni a pályán, de utána már elkezdtem így kibontakozni. Jó volt azért látni őket, és gratulálok nekik, mert amúgy nagyon jól játszottak. Sajnos magas poszton nagyon hiányosak voltunk, ez látszott is. De utána szépen dobálták a hármasokat is. Én sok sikert kívánok nekik, és tényleg, hogy egészségesen húzza le mindenki ezt a szezont. A forduló további eredményei a következők: PVSK Veszprém 92-114, Salgótarján Nagykőrös 65-58, Budafokbaja 91-74, MEAFS Miskolc Budapesti Honvéd 83-86 és MTK Elite Basket Vasas Akadémia 63-60. A tabella élén a Veszprém áll 7 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve az egyaránt 6-2-es mutatóval rendelkező Nyíregyházát és Budafokot. A Kékcápák szombaton Nagykőrösen lépnek pályára. A bajnoki szünetben Kolozsváron lépett pályára a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az Európa Ligában szereplő CFR Cluj vendégeként 2-0-ás vereséget szenvedett a román első osztály éllovasától. Most pedig kiradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Jelenleg körülbelül 6000 dolgozó hiányzik a sütőiparból, ebből 3000 pékszakmunkás és 3000 kisegítő munkatárs. Évről évre megfelelő mennyiségű és minőségű gabonaterem hazánkban, azonban a sütőipar egyik legnagyobb kihívása a munkaerőhiány. Ezt a helyzetet technológiai fejlesztésekkel és a szakképzés modernizálásával próbálja javítani a Magyar Pékszövetség, hangzott el a szervezet 2019. évi közgyűlésén Nyíregyházán. A nagyon kicsi súlyú koraszülöttek 95%-át is életben tudják tartani a József András Oktatókórház koraszülött központjában, a modern orvos technológiai eszközöknek és a szakembereknek köszönhetően. Évente körülbelül 5,500 baba születik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, 100-ból 10 koraszülöttként. Közülük általában 2-3-an igényelnek koraszülött intenzív ellátást, így mintegy 450 babát kezelnek az osztályon egy év alatt. A nyíregyházi járási ügyészség a vádemelései egyharmadát gyorsított eljárásban fejezi be, vagyis a bíróság az első kihallgatás követő hetekben már ítéletet is tud hozni. A bíróságokon pedig egyre gyakoribb az előkészítő ülések tartása, amely szintén az új büntetőeljárási törvény egyik célkitűzését, a gyorsabb és költséghatékonyabb eljárásokat segíti elő. Önök a Költség Televízió híradóját látták november 18-án hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Késő estétől beborul az ég, éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. A déli majd a keletire forduló szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul. Kedd estig gyengén és erősen felhős időszakok, illetve területek váltakoznak.
Több helyen párás ködös idő várható, szitálás előfordulhat. A szél helyenként megélénkül, 11 fok környékére melegszik a levegő. Szerdán a jobbára erősen felhős vagy borultékből több helyen elered az eső, zápor eső. Csütörtökön még főleg északon esett helyenként, egyre több felé felszakadozik a felhőtakaró, a következő napokban is változékony időre van kilátás.